miután hazament az iskolából, akkor lepakolt, és elkezdett az udvaron focizni, kirakott bójákat, kerülgette, akerbe lefutott, visszafutott, de ha leült tanulni, akkor is egy labda mindig volt a környezetében. Peti ide járt általános iskolába, itt kezdett el focizni, igaz, már az óvodás korában elkezdtem, mert az óvodából is átjárt hozzánk, és végigjárta azt a bozsikos ranglétrát, aminek az eredménye az, hogy az általános iskolai tanulmányt után befejezte, tovább léphetett, nagyon sok lehetősége volt, Nyíregyháza, Diósgyőr, de az legutolsó pillanatban mi Debrecent választottuk, nem bántuk meg. Hál' Istennek olyan helyre került, ahol a fejlődése egyértelműen látható. Hál' Istennek a Debrecen ez egy olyan klub, ahol a fiatalokat előnyben részesíti, megadja nekik a lehetőséget. Ilyen vagyok én is, és úgy gondolom, hogy ezért is kaptam meg a behívót, mert ebbe a szezonban a játékperceim alapján azt mondhatom el, hogy nagyon sokat pályára léptem, és szerintem ez nyilván csak előnyömbe is vált. Úgyhogy érzem magamon, hogy fejlődök, de még persze van hova. Petike volt az, akitől az első pillanattól kezdve szinte folyamatosan a pályán vagyok, úgymond, vagy vagyunk. Végigjátszott majdnem az NB2-t is, most az NB1-be is már egy másik posztot is kipróbáltattak vele, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon-nagyon hasznos játékosról van szó, aki hihetetlenül lázatos, nagyon-nagyon szorgalmas, és meghallgat minden olyan tanácsot, amivel őt ellátjuk a pályán, akár én személy szerint, vagy akár a csapat is, úgyhogy nagyon-nagyon jó fejjel rendelkezik, ami azt mondom, hogy elengedhetetlen a mai világban. Tényleg profi mentalitású, és elindul a mérkőzés, és azt ő végig darálja, úgyhogy nagyon hasznos tagja minden egyes edzésnek, minden egyes meccsnek. Úgyhogy én azt mondom, hogyha a labdaszerzés utáni első passzaira oda fog figyelni, meg arra még nagyobb hangsúlyt fog fektetni, hogy azokat még nagyobb pontossággal játssza meg, akkor viszont nagyon-nagyon extrában nőheti ki magát. Akkor azt mondom, hogy minden lehetősége, meg minden adottsága megvan ahhoz, hogy ne sokáig maradjon itt közöttünk. Nagyságrendileg 6 éve láttam először játszani Debrecenben, konkrétan ezen a pályán. Hát a Peti akkor még támadót játszott, jóval látványosabb volt a játéka, mint mostanában. Sokszor odaért a kapu elé, és gyakran okozott veszélyt elől is, de már akkor látszott, hogy a védekezésben olyan erényei vannak, amikkel kell kezdeni valamit, úgyhogy én már akkor azt gondoltam, hogy azért hátrébb fog játszani, és a tengelyen végigment egyébként, még belső védőt is játszott. Azt meg azért tudta játszani, mert nagyon fegyelmezett, taktikailag a korát meghozutoló módon játszik, tartja a pozíciókat, és minden edző bátran építhet rá. Középpályán érzem magam a legjobban. Tudom, hogy a szezon elején volt egy kitérő belső védő poszton. Ugye ott próbálgattak engem, mert ennek több oka is volt. Voltak sérültek, úgyhogy emiatt én kerültem oda. Viszont igazából ott is úgy voltam vele, hogy játszok, fejlődhetek, megmutathatom magam, és ott is ugyanúgy élni akartam a lehetőséget, de középpályásnak mondom igazán magamat. A válogatottról az élmények azok mindig jók. Hát, hogyha az embert fiatalon a felnőtt válogatottba hívják, attól büszkébb és attól megható pillanat az ember életében, vagy a futballista ember életében nincsen szerintem. Ez így volt az én időmben is. Minden pillanatára emlékszem a mai napig, úgyhogy biztos vagy benne, hogy a Petikének is ez egy olyan pillanat, amikor maradandó élményt okoztak neki, már csak azzal a telefonhívással is, hogy a keretbe került. Nagyon sokan vannak mellettünk. Azok a régi játszótársak, akikkel együtt focizott, azoknak a szülei, azok a családok mind-mind egy emberként szorítanak Petinek. Már tudom, hogy mindegyik megvette a jegyet, és ott leszünk az első meccsén, amelyen vagy pályára lép, vagy nem, vagy keretbe lesz, vagy nem, de Gyulaházának a büszkesége lett ezáltal, úgy gondolom, barát Peti.